Újfent üdvözlök mindenkit az évad záró minisorozatunk harmadik, vagyis márciusi epizódjában. Egyre csak tavaszodik, ami pedig, mint tudjuk, azt jelenti, hogy az e-sport élet fellendülése következik. Márciusban rendezték a World of Tanks Golden League második szezonját, és a magyarokkal felálló Team GoHard a harmadik helyen végzett, amivel éppen hogy csak lecsúsztak a katowicei nagy döntőről. Hiába mentek nagyot kajzóék az online playoffban, a bravúr végül elmaradt. A magyarok körében is népszerű Hearthstone játékos, név szerint Life Coach bejelenti, hogy felhagy a játékkal. Ez pedig azzal magyarázza, idézem, nem is igazán arról van szó, hogy felhagyok a kompetitív Hearthstone-nal, egyszerűen csak úgy gondolom, hogy nincs már valódi kompetitív Hearthstone. Ki tudja. Lehet, hogy Exiguo elleni veresége is hozzájárult ehhez a döntéséhez. Érdekes koncepcióban vett részt a magyar közösség színejava, ugyanis a Meltdown meghirdette Overwatchban is a City Clash tornát, amiben az eSport Bar franchisehoz tartozó városok csapatai küzdöttek meg egymással egy online alapszakaszban, amit egy offline döntő zárt Lyonban. A magyar együttes kiválóan szerepelt, és sima győzelmekkel verekedte le magát a döntőre. Dead Foxék nem búsultak sokáig a Major miatt, így hamarosan egy újabb Premier versenyre kvalifikálták magukat. Igazi horror mérkőzésen kellett térdre kényszeríteniük az NVS együttesét, ami nagy nehezen sikerült. Így április elején Kijevbe utazhattak a 300.000 dolláros összdíjazású versenyre, a Star Ladder I-League-re. Ne felejtjétek, minden nap új résszel jelentkezünk, és ha tetszik, amit láttok, akkor lájkoljátok a videót, iratkozzatok fel, és látogassátok meg az esport1.hu-t.